A dunakömlődi faluház előtt gyülekeztek a Fröccs túra résztvevői, mintegy 100-an várták a rajtot. A túrázóknak egy rövid eligazítást követően néhány száz métert kellett csupán megtenniük, hogy az első Fröccs ponthoz érkezzenek, Hanuszka Sándor bortermelő standjához. Még egy kis rozét szeretnék. A paksi származású, de Budapesten élő Kiszli Péter és társasága nem először vett részt ezen a Fröccs túrán. Nekik a rozé és a fehérbor ízlik a legjobban. Legfőképpen a jó társaság, de a kellemes idő, a szép környezet, és természetesen nem csak a borok, hanem mindig valami finomsággal is készülnek a vendéglátók. Gerencsér Gergely is Budapestről érkezett. 2 évvel ezelőtt járt először ezen a túrán, és akkor elhatározta, hogy mindenképp vissza fog ide térni. Barátaink laknak Pakson, és voltunk 2 évvel ezelőtt már egy ilyen Fröccs túrán, rettenetesen jól éreztük magunkat, és azóta azt vártuk, hogy újra itt lehessünk. Nagy szerencsé, hogy van rajtam a drága szoknya alatt. A résztvevőknek 8 kilométert kellett megtenniük, közben 7 Fröccs ponton várta őket frissítő és némi harapnivaló. Az utolsó állomásnál a dunakömlődi pincesoron pedig halászlé és marhapörkölt rotyogott a bográcsokban. Az idei túra különlegessége az volt, hogy egy tájház is a megállók között szerepelt, ahol népviseletbe öltöztetett babákat lehetett megtekinteni a melló kortyolása közben, ami elnyerte a túra résztvevői tetszését. Ez egy nagy ötlet volt, kérlek szépen. Hernádi Norbert, a túrát szervező egyesület elnöke azt mondta, az ország minden részéről érkeztek Dunakömlődre, a borozók között külföldiek is voltak. Mondhatjuk, hogy nemzetközi. Egyre nagyobb híre van a Fröccs túránknak. Korábbi években is már jöttek vidékről is, jöttek külföldről is résztvevők, hála Isten az idén is többen visszatértek. Jöttek hozzánk Érdről, jöttek hozzánk Budapestről, jöttek hozzánk Finnországból, jöttek hozzánk Oroszországból. Jött hozzánk rosszatomos orosz dolgozó is, illetve híre ment a túrának, és nem rosszatomos orosz résztvevője is van a túrának. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen visszhangja volt, és pillanatok alatt teltházas lett a túra az idén. A dunakömlődi borbarátok tagjai 7. alkalommal rendezték meg a Lussoniumi Kulináris Fröccs túrát.